Térkösségért és vidékért is, az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hagyjon meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélytől és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hajtalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmas! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb, dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket. Krisztus Istenünknek ajánljunk. Néked, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Örvendezzetek az Úrnak minden föld, mondjatok dicséretet az ő nevének, tegyétek dicsőségessé dicséretét az Isten szülői máj által. Üdvözítő, üdvözíts minket! Mondjátok az Istennek, mely rettenetesek a te cselekedeteid, Uram! A te erőd nagysága miatt kizelkedni fognak neked ellenségeid az Isten szülői májáltal. Üdvözítő, üdvözíts minket! Az egész föld imádjon téged, és énekeljen jelenéged, mondjon dicséretet a te nevednek, az Isten szülői máj által. Üdvözítő, üdvözíts minket! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Az Isten szülői máj által. Üdvözítő, üdvözíts minket! Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hajtalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmas! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket. Krisztus Istenünknek ajánljuk! Igen, Uram! Mert tiad a hatalom, tiad az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Könyörüljön rajtunk az Isten és adjon meg minket, terítse föreánk az ő orcáját és könyörüljön rajtunk. Üdvözíts minket, Isten Fia, aki halottaitól föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Hogy megismerjük a földön utadat, minden nép között a te szabadításodat. Üdvözíts minket, Isten Fia, aki halottaitól föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Adjanak neked hálát, Isten, a népek, adjon hálát minden nép. Üdvözíts minket, Isten Fia, aki halottaitól föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának,
Ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmas! Hajtalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a Te kegyelmeddel. Uram, irgalmas! Megszentel, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket. Krisztus Istenünknek olyan jó. Igen, Uram! Mert jóságos és ember szerető Isten vagy, és Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, míg adjunk a mi szabadító Istenünknek. Üdvözíts minket, Isten fia, aki halottaitól föltámadtál, mi nekünk véget. Alleluja, alleluja, alleluja. Járuljunk orcája elé hálaadással, és oltárokkal vigadjunk neki. Üdvözíts minket, Isten fia, aki halottaitból föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Bölcsesség, igaz hívő. Gyertek, imádjunk Krisztust, és boruljunk le előtte. Üdvözíts minket, Isten fia, aki halottaitól föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Leszálltál a magasságból, irgalmas Urunk, elfogadtad a három napi séri nyugalmat, hogy minket is megszabadíts a szenvedésektől, ki feltámadás. Életünk vagy, Uram, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek. Feltámadtál a sírból, s a holtakkal együtt Ádámot is fölemelted. Éva vigadózat ebből támadásodon, a föld minden határai ünneplik, a te fölkelésedet, nagy irgalmunk, Úrunk, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mint bátor hadd
vezérnek győzelmének, s mint megszabadítunknak minden rossztól. Háladó imád zengünk neked, Isten szülő, s ki legyőzhetetlenül hatalmas vagy. Kérünk téged, ments meg a te szolgáidat minden bajtól, hogy teljes szívből énekeljük néked. Üdvözd így Istennek, szemtelen gyegyesen. Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk, szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk, szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent halhatatlan, irgalmaz nekünk, szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Igyelmezünk békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Adjatok fogadalmat, és teljesítsétek azt a mi Urunknak, Istenünknek, a mi Urunknak, Istenünknek. Bölcsesség. Szent Pál apostol korintusiakhoz írott levelének olvasása. Figyelmezzünk. Testvéreim, Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcsépítőmester alapot vetettem, más pedig arra épít, de mindenki ügyeljen, hogyan épít rá, mert a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki sem rakhat. Ha pedig valaki az alapra aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, szalmát épít, kinek-kinek a munkája nyilvánvaló lesz, ugyanis az Úr napja megmutatja, mivel az tűzben fog megnyilvánulni, s a tűz majd kipróbálja, hogy kinek-kinek milyen a munkája. Az, akinek munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat nyer. Az, akinek munkája elég kárt val, ő maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Azt pedig, aki az Isten templomát megrontja, megrontja az Isten, mert Isten temploma szent, és ti vagytok az. Békesség néked felolvasó bölcsesség, figyelmezzünk. Halleluja! Örvendezzünk az Úrnak, újjongjunk üdvözítő Istenünknek. Alleluja! 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 Jessünk szín elé magasztalással és zsoltárokkal, újjongjunk neki. Alleluja! Alleluja! Alleluja!
az hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot. Szent Máté Evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Abban az időben Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy szálljanak bárkába, és menjenek át előtte a túlsó partra, addig ő hazaküldi a sokaságot. Miután hazaküldte a sokaságot, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, és ott volt egy magában. A bárka már a tenger közepén volt, miközben hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a tengeren. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a tengeren jár, megrémültek, azt mondták, hogy kísértett, és félelmükben felkihajtotta. Jézus azonban rögtön megszólította őket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter így szólt, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő azt mondta, jöjj! Péter kilépett a bárkából, és elindult, hogy Jézushoz menjen a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta, te kis hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Miután pedig átkeltek a tengeren, Genezáret földjére értek. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Jöjj! Hallottuk, hogy hívja az Úr Jézus Pétert, amikor ő is szeretne a vizen járni. Jobban mondva, szeretne közelebb kerülni Jézus Krisztushoz. Jöjj! Hangzik el ez a hívás, amit Péter már hallott. Hiszen János evangéliumának az elején halljuk, ahogy hívja, amikor éppen mossák a hálójukat, gyere, jöjj. Hangzik el most is, jöjj. És miért fontos nekünk ez? Miért fontos, hogy pont akkor, amikor ott vannak a viharban, akkor elhangzik ez az Úr Jézustól, hogy jöjj, gyere. És sokkal fontosabb ez a hívás, sokkal fontosabb ez a fajta jelenlét, mint maga az a csoda, hogy Péter is elkezd a vízen járni, mint az Úr Jézus. Ez az igazi csoda, hogy Jézus hívja Pétert, jöjj, gyere! Hívtalak, és hívlak újra, és emlékeztetlek rá újra, hogyha egyszer én meghívtalak, befogadtalak, hogy hozzám tartoz, akkor ez nem múlik el. Én ragaszkodok hozzá továbbra is, Péter. Jöjj, gyere! Ez az igazi csoda. Jöjj, gyere! Mikor hangzik el ez a mondat? Akkor ott vannak a háborgó tengere, ott vannak a viharban, és megpróbálnak átjutni a túlsó partra. És hányszor érezzük mi is úgy életünkben, hogy bárcsak ott lennénk már. Élünk olyan élethelyzeteket, amikor azt kívánjuk, hogy bárcsak a túlsó partra érnénk már, bárcsak áttérnénk már ezen a viharon, bárcsak ott lennék már, bárcsak ne kellene a viharban lenni, bárcsak a túlsó parton lehetnék. Csak nagyon fontos, hogy közben nem vagyunk egyedül.
Hajlamosak vagyunk mi is azt gondolni, mint a tanítványok. Egyedül vagyunk. Át kell mennünk valahogy erre a túlsó partra. Hajlamosak vagyunk az életre is így tekinteni. Nagy nehezen. Valahogy vergődjünk át a túlsó partra. A mai evangélium tanít minket, hogy nem erről van szó. Mert nem vagyunk egyedül, és az életünk nem csupán egy túlsó partra való, valahogyan átvergődés. A mennyországnak, az örök boldogságnak az ígérete sem csupán csak annyi, hogy most rossz, de egyszer majd jó lesz. Most rossz a viharban, de egyszer majd odaérünk a túlsó partra. Hanem az az ígéret, hogy itt van velünk a viharban Isten. Itt van velünk Isten, és itt lesz akkor is, amikor a túlsó partra érünk. Itt van. És hív, hogy jöjj. És hív, hogy gyere. És nem ad Péternek külön feladatot. Nem arra hívja, hogy gyere és csináld most meg ezt, meg azt. Gyere. Sétálj velem. Légy ott, ahol én vagyok. Ki akarja fejezni, hogy az az első hívás, amit megkapott Péter, amiben benne volt az Úr Jézusnak a bizalma, gyere, légy velem, én azt akarom, hogy hozzám tartozz, én azt akarom, hogy velem egy csapatba tartozz, az vonatkozik teljesen az egész életére. Az vonatkozik a viharra, az vonatkozik a csendre, és ugyanígy van ez az én életemben is. Kaptam egy hívást Jézus Krisztustól. Megkaptam ezt a hívást a keresztségben, és bizonyára emlékszek rá, életemben többször is kellett, hogy legyen olyan pillanat, amikor megéltem ezt a hívást újra. Lehet pont akkor, amikor azon igyekeztem, hogy csak valahogy vergődjünk már át a túlsó partra. És ott volt az Úr Jézus, és emlékeztetett rá. Ha ő egyszer azt mondta, hogy jöjj, ha ő egyszer azt mondta, hogy gyere, ha ő egyszer azt mondta, hogy hozzám tartozol, de hogy Pál apostol korintusiakhoz írt levelében azt hallhatjuk. Ha egyszer a keresztség által hozzátartozunk és szenté lettünk, és a testünk is szent, Szentlélek temploma, akkor Isten ezt nem vonja vissza, hanem az emberi logikánk szerint működik. Mert mi hajlamosak vagyunk elfelejteni az ígéreteinket. Hajlamosak vagyunk a bizalmat, amiben meghívtunk valakit, hogy valaki meghívott minket abba, arról ugye elfelejtkezni a hétköznapok sodrában. Emlékeztessen minket a mai evangéliumi szakasz arra, hogy Isten nem ilyen. És hív, jöjj! És azért hív, azért emlékeztet erre, hogy emlékezzek rá, hogy a ő bizalmával, amit belém vetett, meghívott. Egy csapatba akar engem tudni magával. És erre emlékeztet engem, akkor is, amikor vihar van. Itt vagyok. Jöjj. Amen. Mondjuk mindjárt teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Úrunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Istene, te nagy érgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Könyörögjünk még szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért, Ábel püspökünkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, irgalmazz! Könyörögjünk még az itt jelenlevő, s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, ami jó tevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. Uram, irgalmazz! Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítói és jótevőiről, és mindnyájatokról igazítő keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Mert a mindenek királyát fogadjuk, itt láthatatlanul környeznek az angyali rendnek. Egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. És a te lelkednek. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg boljon. Az Atyát, a Fiút, és a Szentleget, az egyvalóságot és osztatlan Szent Háromságot. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóság, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk koncilius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbán, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, unkban és elevenítőben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíteni, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent katolikus és apostoli Atyaszent Egyházban, hallunk egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várunk voltak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. A békesség irgalmát, a dicséret áldozatát. Ó, mi Urunk, Jézus Krisztus malasztja, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Emeljük a szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak. Énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondva. Szent, 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 a te dicsőségedet,
adott kiadatottam, hogy mindezek ő benne is állna veszem, hanem örök életre legyen. Jaj, jövén és irányom minden jókodozás, mert ők mi, amelyen alapodatok, munkám őbe váltotta a világ életéért. Szent Kriszt és szakítanak az ő nevéért, állatodnak, megáldás, megszentelvén és megtörvén. Szent tanítványainak és apostolainak Egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek én sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tiédet a tiédből néked ajánljuk föl, mindnyájunkért és mindenekért. Téged énekünk, téged áldunk, téged hálát adunk, és imádunk. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriaért. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos és szeplőtele, és a mi Istenünknek adját, ki a perót, és az első között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitánkról és Ábel püspökünkről, és tartsd meg őket szent egyházaidnak, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetésére. És ott, hogy egy szajjal és egy szíve dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor, és örökkön örökké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. És a te Szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögünk az Úrhoz. Uram, írgalmat! A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögünk az Úrhoz. Uram, írgalmat! Ami kegyelmes Istenünk kedves lelki laggyanánt elfogadván azokat szent mennyei és szellemi oltárát, küldjen el nekünk Isteni valasztjás a Szentlélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmat! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélytől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmat! Hajtalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, írgalmat! Ezen egész napot tökéletesen, szentő békességben és vétek nélkül töltsük el,
kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Jókat és hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet, kérjünk az Úrtól. Add meg, Uram! Életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül békességben végezzük be, és hogy Krisztus félelmetesét élő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A hétegetség és a szent élek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljon. Éked, Uram! És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyánknak nevezni és mondani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk kísértésbe, e szabadíts meg a mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Te egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Szentség a szenteknek, egy a szent, Isten bárány, egy az úr, ki megtörhető is Jézus, ki mindenkor eledelő szolgál, és soha nem fogyasztható, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban Krisztus az élő Istennek fia, ki a világra jött népünk közé tenni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. A Te utolsó vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, hanem mint ama gonosz tevő megvallak téged. Emlékezzél meg, Uram, Uram, mielőtt eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg, Uram, Uralkodó, mielőtt eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg, Uram, Szent, mielőtt eljössz a Te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra, a Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a Te valóságos és legtisztább tested, a Te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen.
Isten félelemmel, hitteli szeretettel közeledjetek. Áldott ki az Úr nevében jő, Isten az Úr ki megjelent és bűneitektől megtisztultok. Üdvözítsd Isten a te népedet, Izrael, meg a te örökségedet. Esztendőre, Úrra, láttuk az igazi világosságot, vettük a mennyei szent lelket, megtaláltuk az oszthatatlan szent városságot, mert ez üdvözített minket. Most és mindenkor is örökkön örökké. Amen. Eljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy Összesülvén Krisztusnak szent legtisztább halhatatlan, mennyei elevenítő és félelmetes titkaiban, mert van adjunk hálát az Úrnak. Uram, érgalmad! Hajtalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, érgalmad! Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén,
önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Igen, Uram! Mert Te vagy a mi megszentelésünk, és Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön-örökké. Amen. Békébe távozzunk. Az Úr nevében. Uram, érkalmazz! Tessenek helyet foglalni. Szeretettel hirdetjük, most egy kicsit többet fogunk több szeretettel hirdetni, mert hogy augusztus 1-én, kedden a Szent Kereszt körülhordozása és a Makabeus vértanúk ünnepén a 17:30-kor kezdődő Szent Liturgia végén majd vízszentelést fogunk végezni. Augusztus 1-én, kedden szintén kezdődik a Nagy Boldogasszony böjtje, amely egészen augusztus 15-ig tart, az Istenszülő elszenderülésének az ünnepéig. Kiváló alkalom ez, hogy nyáron, ha esetleg nyári szünetben kicsit össze is szaladtak, vagy szétszaladtak a dolgok, akkor a böjti időszak annak az ideje, hogy egy kicsit megint úgy helyre rakjuk a dolgokat, jobban mondva hagyjuk azt, hogy az Úr Jézus szóljon nekünk, hogy jöjj. A Nagy Boldogasszony böjtjében az esti Szent Liturgia után parakliszt és akatisztoszt végzünk, augusztus 2-án szerdán parakliszt, augusztus 3-án csütörtökön is parakliszt, augusztus 4-én pénteken pedig akatisztoszt imádkozunk majd. Augusztus 6-án vasárnap az úrszínváltozás ünnepén 9 órakor kezdődő Szent Liturgia végén kerül sor majd a gyümölcsök megáldására, a megáldott gyümölcsökkel és a lítiában megáldott kaláccsal várunk mindenkit, szeretett vendégségre a templom udvaron. Augusztus 13-án a Duna Televízió csatornája 10 óra 50 perctől élőben közvetíti a vasárnapi Szent Liturgiát Székesegyházunkból. Ezen a vasárnapon 9 órakor nem lesz majd Szent Liturgia, hiszen ekkor már rendezik be a felvételre majd a templomot, tehát emiatt 9 órakor nem lesz, 7 órakor, 10 óra 50-kor és 17:30-kor lesz majd augusztus 13-án vasárnap a Szent Liturgia. Buszítunk minden kedves testvérünket, hogy vegyünk részt augusztus 13-án ezen a 10 óra 50 perckor kezdődő Szent Liturgián, hiszen ez a közösségünknek az a lehetősége, ahol meg tudjuk azt mutatni, hogy itt Nyíregyházán a belvárosban igenis élő egyházközség működik. Tegyünk erről tanúságot együtt közösen, augusztus 13-án 10 óra 50 perctől kezdődő Szent Liturgiában is. Áldott szép vasárnapot, kedves mindennyiuknak! Bölcsesség! A kerubuknál tiszteltebb és a szeráfoknál sorítatlan a dicsők vagy, ti az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztaló. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, adjál áldását.
hatalmat Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjára, a szent dicsőítés mindenek fölött dicséretes apostoloknak, a rendszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és Isten ikletettségű atyáinknak, és minden szenteinek eselezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most és mindenkor, és örökkön örökké.